Ács Bandi bácsit köszöntötték, újra részt vesz a versenyen Rideg István. Petkupa, tűzgyújtási tilalom van megyékben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 29-én 18 óra 5 perckor. A 90. születésnapján köszöntötték Ács Andrást, vagy ahogyan a környéken ismerik Bandi bácsit, aki tőzsgyökeres karcagi lakos. Bandi bácsi hiába lépett be 90. életévébe, a kor cseppet sem töri le. Kitörő lelkesedéssel mesélt az életéről, a katonaviselt múltjáról, a munkában eltöltött hosszú évekről, a családjáról, valamint a mindennapjairól. Az Ács nagyapám, mikor felnőtt annyira, 13-as huszár volt. És aztán onnan leszerelt, úgy vette el Seres Zsuzsánnát, a nagyanyámot. Azok meg a Zöldfó utcán laktak. És így lett öt család, lett az István bátyám, Mari néném, az apám, Eszti néném, meg Imre bátyám. Úgyhogy így származok. Én, mikor én, az apám még akartak esküdni, a Szabó nagyanyám, meghalt december váratlanul, és hát elmaradt az esküvő, és apám még majd márciusban, másik évben márciusban gyalog esküdtek meg, mert akkor még ebben volt a szokás, hogy be kellett tartani ezeket a vallásos dolgokat. Hát nem azt mondom, mert tényleg elég vallásos is volt a család, de mink is, ahogy eljött a nősülésem ideje, én is egy öt családból nősültem. Elvettem egy jányt belőlük, érted? Lett is két családunk, de mink a nehezebb időbe is mindig elmentünk ünnepnapon. Egyébkor nem jártunk templomba, de minden ünnepnapokon mindig elmentünk a feleségemmel a templomba. Ön mivel foglalkozott? Hát én nekem, mikor leszereltem katonáéktól, augusztus 23-án, ha leszereltem aztán, akkor már árva gyerek voltam, az anyám meghalt, még nem voltam 10 éves, és nem volt testvérem se több. Az apám nem nősült meg, nem is adott mostoha kézre, mert abból olyan volt a törvény, az árvaszék, hogy nem volt 36 éves, és nem lehetett gyám. Átszülők voltak meg, és azok lettek a gyámom, mindegy, hogy apám gondoskodott rólam, annak ellenére törvényesen. És így 52. június 12-én öltöztem fel katonának Nagy Kanisán. Akkor még egy kufárral kellett bemenni, addig nem volt hadsereg, ilyen önkéntesek, mert nem akarom mondani, hogy ki, milyen emberek voltak, ugye, mert ezt nem lehet a riportban, nem is illik bele. és akkor ott öltöztem fel. Ott lett olyan szerencsém, mikor osztályoztak bennünket, hogy egyszer, hogy fejezzem ki magam, hogy kiszedtek közülünk, vagy egyiket a munkásszázadba, másikat ide, harmadikra, egyszer vagy 10 önket, érted? Kiválasztottak, nekem hoztak egy papírt, ceruzát, azt rá kellett írnom, hogy a vadász ül hosszú néma lesben. Ezt ráírta a nevemet, majd egy másik ember összeszedte, hát agitátorok, vagy mit tudom én, lehettek azok az emberek, nem volt az aurunkra kötve, ócsa volt az ember élet akkor. És ebből lettem, majd egyszer egy kis idő múlva megint oda hívtak bennünket, ki volt az anyánk, ki volt az apánk, stb. Ezeket a dolgokat. Na, az akkor azt mondták ott egy embernek, hogy na, vigyen oda, öltöztessen fel. Így lettem ezredírnok. Így húztam le 3 évet, de jobb volt, mint 2 év a munkásszázadban. Az elmúlt évtizedek alatt mi volt a legkedvesebb élménye? Megnősültünk a március 9-én, hogy leszereltem novemberben, mert hogy nem volt asszony a háznál, azt, hogy így alakult az élet, és augusztus 23-án villámütés érte. Így vagyok, szerencsém, hogy jobb szíves vagyok, nem bal.
és ez a bal részem fogta ki a Honvéd Kórházba Pesten. Azt írta így is. És akkor azt mondtam, ott voltam egy hónap feléig, azt mondta egy Benkovics Zoltán tanár úr, hogy a zsákolás raktári munkát kerüljem, ha lehet. Így akkor kerestek az állami gazdaságba, egy olyan rossz út volt, hogy senki ki kellett járni a postakocsival. Érted? Na és én hogy fejezzem ki magam? Világéletemben szerettem a jószágot. Úgy is vagyok elkönyvelve, hogy még lovaim már azelőtt is voltak, már 17 éves koromtól kezdve volt. Mert szegény apám 4 évet volt a Krím-félszigeten, 48. szeptember 10-én jött haza a fogságból. Akkor már elengedték őket. És így 6 évig hordta a lovam, a tilomasi gazdaságban, míg a rabgazdaság nem lett, megcsinálták az útat. Addig ilyen rony makadányút volt, meg földútos. Na aztán hogy egy lóval a postakocsit, kis postakocsit húzottam kifele saját fogatommal. 90 forintot kaptam egy napra, amiért ki meg haza, de egy vonat kis is 250 forint volt, úgyhogy a vonatot kellett vigyázni a menetre, meg volt határozva az indulás, megállás. Na és itt, mikor megtudtam azt, hogy meglett az út, ismeretség által elintéződött helyezéssel átjöttem a vízügyhöz. Itt voltam 36 évet. Pozitív életszemlélete és kitartása mind a mai napig elkíséri. Ezért a városért itt születtem meg, én akármikor kértek tőlem, én mindig befogtam ingyen és bérmentve, meg máma is megteszem, én tiszteletbe tartottam mindig a vezetőséget, meg máma is tiszteletbe tartom. Úgyhogy ez az érzésem. Megmaradt, meg is van. Úgyhogy az emberséget én szerintem nem ranggal, nem röffel mérik, hanem emberséggel. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, valamint dr. Zsembeli Józsefné anyakönyvvezető tette tiszteletét a családnál, és adták át számára a miniszterelnöki köszöntő levelet és a város ajándékait. Karcagon is elkezdődött a legszebb konyhakertek versenyre nevezett kertek bejárása. Sári Kovács Szilvia alpolgármester programigazgatóval Rideg István tanár úr kertjét néztük meg. A szárazság ellenére gyönyörű a kert, a tanár úr naponta 4-5 órát dolgozik azért, hogy növényeit vízhez juttassa és a gyomoktól is megszabadítsa. A tanár úr azonban szeret kísérletezni is, így többfajta babot is vetett idén, de a kapor is mindenhol jelen van a kertjében, és eredményeiről megtudtuk, volt olyan év, amikor 18 négyzetméteren 105 sárga dinnyéje termett. Sok növény nem kelt ki, például nem kelt ki a paprika, aztán először az uborka, újból kellett vetni, aztán a zöldség, úgyhogy egy olyan 3-4 féle növény nem kelt ki. A többiek, hála Istennek, szerencsésen kikeltek, és igyekeznek, küzdenek az életükért. Az élet él és élni akar, mondott a Adi, és ezt mindig lehet tapasztalni a növényeknél. Küzdelem az egész életük. Küzdés az, amikor a fényre kijön. Aztán küzdés a nap ellen. A kukorica például a hőségben furujázik. A sütőtök az pedig lelapul. Tehát védekeznek a hőség ellen is, ahogy tudnak. Esetleg a gaz ellen is, de hát nagyon sokat kell segíteni az embernek rajta, tehát azt akarom mondani, amikor még eső van, akkor azon kell igyekezniük, hogy minél többet felszíjanak és minél több virágot hozzanak, akkor a termés növesszék. Szóval nagyon érdekes tanulmányozni, érdemes a növényeknek a világát, lelki világát idézőjelbe téve, és segíteni kell nekik mindig. Szóval szeretet nélkül ez nem megy. Én és csodálat nélkül sem. Nagyon sok sárga dinnyén termett. 18 négyzetméteren 105 és jó méretű sárga dinnye. Tehát topáz, magyar kincs és itt tovább cserhajúak. Úgyhogy sok embernek adtam, még akkor kollégám volt, meghalt szegény barátmisinek is, mikor úton találkoztunk. Kell egy dinnye? Kell, tessék.
Munka közben a kert szomszédaival is megosztja tapasztalatait, és vetőmagot is cserélnek. Vida Lajos barátom egy olyan vetőmagot adott nekem, ami vajbab, tehát fehér, és zöldbabnak is tökéletes, még szárazbabnak is. És ez a bab az első világháború idejéről való, onnan mindig meghagyta a család, hogy éljen tovább, úgyhogy hogy most is megvan. Egy pár évvel ezelőtt még Kárpátaljára is küldtem Nagy Zoltán Mihály költő barátomnak. Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony is megcsodálta Rideg tanár úr gyönyörű kertjét. Rideg tanár úr ebben az évben is úgy gondolom, hogy brillírozott, hiszen gyönyörű a kertje a nagy szárazság ellenére. A jó Isten ismételten nem kecsegtetett bennünket, és nem áldott meg bennünket elég és jó sok esővel. Így aztán marad az öntözés, vagy ahol nincs erre lehetőség, akkor marad a sajnos a növények kiszáradása. Remélem, hogy nem erre a sorsa fognak jutni a kertek, hanem jön ez a gyönyörű idő, amikor esik az eső. Medár megmutatta már magát, de sajnos nem akarja beváltani az ígéretet, hogy 40 napig esőzés lesz. Szeretném azért, hogyha több eső lenne, hiszen pont tegnap értesültem arról, hogy a Beregben 45 mm volt, ellentétben az, hogy nálunk ilyen 10-12-14 mm-ek esnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen nagy kertben kevés, mindenféle kertben kevés, és ilyenkor aztán a kertművelőnek feladja a leckét, hiszen öntöznie kell. És bizony tanár úr is nagyon messziről hordja a vizet, és szorgosan locsolja a kertjét, öntözi a kertjét, hiszen látjuk, hogy minden gyönyörű. És ami nekem a legjobban tetszett, a kaporerdő. Tele van kaporral a kertje, sokszor nálunk még a kapor sem kell ki. Úgyhogy ez már egy dicsérendő dolog nála. Illetve a fajtagazdagság. Nagyon sokféle babja, nagyon sokféle hagymája, paradicsomja van. Nem tudom, hogy hányféle krumplit sorolt föl, és mindegyik gyönyörű. És tanár urat szeretik a kártevők, mert elkerülik, megtisztelik azzal, hogy nem dézsmálják meg a növényeit, hiszen nincs krumplibogár, nincsenek tetők, tulajdonképpen semmilyen kártevővel nem találkoztunk, még eddig szerencsére. Én remélem, hogy ez a tenyészidő a termés végéig így lesz, és tanár úrnak nem adja föl ezzel is a leckét, és a feladatokat nem fogja sokasítani és gyarapítani. Majd a karcagi legszebb konyhakertek program állásáról kérdeztük. Mindenhol megkezdődtek a zsűrizések, eddig Karcagon még csak nagyon szép kertet láttunk, és bizony sokszor fáj a szívem, mert látom, hogy a megtekintett kert mellett is milyen gyönyörű kert van, és nem akar az illető nevezni a kertjével. Én azt kérem minden karcagitől, hogy tegye már félre a mindent tegyen félre, és nevezzen a kertjével, és mutassa meg azt, hogy ő mire képes, és legyen büszke a munkájára, hiszen az az élete műve, és én úgy gondolom, hogy ez arra érdemes, hogy mindenki részesüljön belőle, és mindenki lássa azt. Úgyhogy hajrá karcagiak, tessék nevezni, és várjuk a nevezéseket továbbra is, illetve pedig mi pedig folytatjuk a kertbejárásokat, a kertzsűrizéseket. Rekordszámú 14 PET palackokon lebegő hajóval és kenukkal startoltak el Tiszafüreden a csapatok a harmadik Tiszatavi PET Kupa hulladékgyűjtő versenyen. A csapatok az általuk épített hajókkal 3 napon át gyűjtik a hulladékot a Tiszatóról és az ártéri erdőkből. A Tiszatavi PET Kupát először 2019-ben rendezték meg. A COVID-19 világjárvány miatt 2020-ban elmaradt, de idén ismét megrendezésre kerül immár 3. alkalommal. 3 évvel ezelőtt a Közép-tiszai Vízügyi Igazgatóság megkeresett bennünket, hogy mi lenne, ha a PET Kupa nem csak a felső Tiszán tevékenykedne, hanem ide a Közép-Tiszára is lejönnénk. Mi nagy örömmel fogadtuk ezt a meghívást, és azóta is szorosan együtt dolgozunk ezzel az igazgatósággal, aki kezeli ezeket a vizeket. Egy igazi jó partnere találtunk bennük, és évek óta együtt hajózunk, és ugyanennek az együttműködésnek a köszönhető, hogy Kiskörén pedig megépült az első folyómentő központ. A Tiszatavi verseny 4 napos. Első nap a hajóépítés szakasza, a többi a gyűjtés napja, amikor csapatok a hulladéktól mentesítik a Tiszát, miközben peták, gyűjtés és szelektálás zajlik. Tiszafürettől Tiszanána Dinyéshátig tisztul meg a vadvilág a saját készítésű tutajokkal, a több mint 200 PET kalóz által.
naponta gyakorlatilag ilyen egy tonna körüli hulladékot tudunk kiemelni, ami azért pillepalacból nagyon sok, ha valaki utána számol. Itt mindig úgy vagyunk vele, hogy megtesszük, amit tudunk, annak érdekében, hogy akik ide látogatnak, azok egy teljesen makulátlan környezetet találjanak, mert a Tiszatolat nagyon érdemes meglátogatni, egy fantasztikus harmóniában létezik itt együtt az ember meg a természet. És a mi feladatunk, felvállalt küldetésünk az az, hogy az, attól a hulladéktól, ami az élővilágot is, meg a turistákat is, a helyieket is zavarja, segítsük a megszabadulást. Ezen vagyunk. Nem tűztünk ki egy konkrét tonnaszámot, biztos, hogy egy nagyon erős verseny lesz. A kormány célja a Kárpát-medence környezetének megóvása. Ebben a Tiszató megtisztításának kiemelt szerepe van, mondta a megnyitón Kesszei Nikoletta, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára. A kormány egyik kiemelt célja az, hogy a Kárpát-medence természeti értékeit, környezeti értékeit megőrizze, az erdeinket, élővilágokat, termőföldeket megóvja a jövő generációja számára, és ezen belül is egyik kiemelt cél az, hogy a szennyeződésektől sújtott Tisza folyót, illetve a mellékfolyóit a hulladéktól mentesítse, és ez a PET kupa egy ilyen célt szolgál, amely ugye a kormányzati célt is támogatja. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, ez egyébként már 10 éves rendezvény, amelynek nem csak magyarországi értelemben példakép, hanem már nemzetközi értelemben is, és a kormányzati célkitűzéseket is meg lehet valósítani, ezért a Technológiai és Ipari Minisztérium, illetve a jogelődei már évek óta támogatják a PET kupát, 2022-ben közel 30 millió forinttal, hiszen nem elég a kormányzati hatékony intézkedés, illetve erős hatósági fellépés, mindenképpen szükség van a közös célok, környezetvédelmi célok elérése érdekében a társadalmi, civil mozgósításra, illetve a fellépésre is. Újvári Imre Tiszafüred polgármestere arról szólt, hogy minden évben felveszik a versenyt a Tiszató megtisztításáért, mert a hulladék újra termelődik. Lovas Attila, a Közép-tiszai vízügyi igazgatóság igazgatója szerint az, hogy az eseményen sok fiatal induló is van, biztató a jövőre nézve, hiszen fiatalkorban kell a környezeti nevelést, a természet megóvását elkezdeni. Tamás Zsolt, a PET Kupa versenyigazgatója megköszönte az önkéntesek munkáját. Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója pedig arról beszélt, hogy az idei verseny nemzetközi is, hiszen az 5 ország egy folyó pedagógus csapatba a Tiszamenti 5 országból érkezett környezetvédelmi pedagógusok versenyeznek. A pedagógusok csapata 5 ország környezeti nevelőiből áll össze, akik a Tisza folyó, az egy folyó mentén a települések oktatási intézményeiben végzik a környezeti nevelési munkát, annak érdekében, hogy ez a rengeteg hulladék ne kerüljön a Tiszába, és az, hogy mi beszélünk erről, oktatjuk, amellett most a gyakorlatban is kipróbáljuk. Egyébként a csapat már a tavalyi Bodrogi kupán is, PET kupán is részt vett. Epres Attila színművész tanítványaival érkezett a megmérettetésre, és szállt vízre az általuk épített hajóval, és bízott benne, hogy sok hulladékot sikerül összegyűjteniük az eredményhirdetésig. A mai világ legfontosabb kérdése, hogy képesek vagyunk-e kezelni a mérhetetlen mennyiségű csomagolóanyagot, amit kitaláltunk. A fő probléma egyébként az itt a Tiszán és a Tisza mellékfolyóin, hogy a kelet felül érkező nagy víz az őrületes mennyiségű lebegő hulladékot hoz. Ezt lehet látni Vásárosnaménynál sajnos minden áradásnál, hogy kilométer hosszan gyűlik fel a hordalék, aminek a legeslegnagyobb része a mesterséges műanyag és környéke. Ennek nagy része egyébként újrahasznosítható lenne, hogyha szervezetten történne a kitermelés. Az igazi persze az lenne, hogyha senki nem dobálná bele a vízbe a hulladékot, de ez nem mindenütt szervezett. És hát léteznek számosan olyan szemétlerakók, amik az ártérben vannak. Tehát az áradásnál azokat fölkapja a víz hozzá, nálunk pedig leteszi. Ezeket az ártérből is ki kell szednünk, áradáskor pedig a vízről. Ha nem oldjuk meg rövid időn belül azt, hogy az általunk termelt ballasztanyag visszakerüljön a körforgásba, vagy nem termeljük tovább, akkor nagy bajba kerülünk, szeméthegyek között fogunk élni, ahogy ezt már sajnos az óceáni szigeteken tapasztalják is. A nagy meleg hatására megnőtt a szabadtéri tüzek veszélye, ezért visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben megyénkben is.
A nagy meleg hatására megnőtt a szabadtéri tüzek veszélye, ezért visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jászlanykun-Szolnok megyében. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tűzoltókat idén már több mint 10 000 alkalommal riasztották szabadban keletkezett tüzekhez. A leégett terület nagysága megközelíti a 31 000 hektárt. A szabadtéri tüzek miatt idén összesen 40 ember sérült meg. A tegnapi napon 86, tegnap előtt pedig 90 tűz keletkezett a szabadban. A tüzek 99%-a emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethető vissza. Vegyük komolyan a tilalmat és ne gyújtsunk tüzet az érintett megyékben. A saját kertjében mindenki bográcsozhat és grillezhet, de a tüzet nem szabad magára hagyni. A kirándulók, autósok ne dobják el a cigaretta csikkeket, mert az útmenti száraz növény könnyen meggyulladhat. A kerti zöld hulladékot pedig csak ott szabad elégetni, ahol és amikor ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ahol nincs ilyen önkormányzati rendelet, ott ez tilos. Tarlót égetni sehol sem szabad. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.katasztrófavédelem.hu oldalon elhelyezett térképen lehet tájékozódni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!